Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. MD Media Night Rider podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hello Pajté, a Parallax és Retroverzum Night Rider podcastjének harmadik része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A következő néhány hét során a szokolébresztővel felváltva, de én már szerdánként érkezünk új résszel, egészen a Parallax és Podcast augusztus végi évadnyitójáig. Ne felejtjétek tehát, hogy mostantól hétfőn, szerdán és pénteken várunk új podcastekkel, ha pedig premier előtt hallgatnál minket, nem kell más tenned, mint hogy támogatsz minket a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. De térjünk is rá a műsorunk mai témájára, ami a Kisváros Nagybajban című negyedik része a sorozatnak, amelyben Michael kénytelen félbeszakítani a vakációját, amikor egy motoros banda érkezik a városba, terrorizálva ezzel a kisváros lakóit, miután a helyi békebíró tehetetlen a vad kompániával szemben, Michaelra és kitrehárul a feladat, hogy megvédje a várost a banditáktól. Köszöntöm állandó beszélgetőtársaimat, elsőként Danko Dániel Tibor, szia Dani! Sziasztok! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! Tudom, hogy ilyenkor magadtól átszoktad venni a szót kedves Gergő, és ez most sem lesz másképp, de hát ez a szinkron azért egy pár hely sebből vérzett szerintem. Mit gondolsz erről? Hát nem tudom, mire gondolsz konkrétan, de akkor beszéljünk róla mert hogy ez ugye az első év negyedik része, Kisváros Nagybajban, hogy mondtad a címe, Good Day at White Rock az eredeti címe, ezt ugye jó nap a fehér sziklánál, mert a Michael Knight a fehér szikla nevezetű, hát nem is tudom mi ez, White Rock Mountain hegy, hegyhez megy ugye hegyet mászni, ezt 1982. október 8-án mutatták be az USA-ban, nálunk pedig 1992. május 30-án, és itt már is látjuk, hogy mint a Kalambónál annak idején itt is szanaszét kavarják a részeket, mert ez például jóval korábban került bemutatásra, mint az ezt megelőző harmadik rész. Úgyhogy ez, ezzel már ki sem fogunk akadni. No, de akkor megyünk rá erre a bizonyos szinkronra, illetve a színészekre, amit te mondtál, Uh, Sherry Benson, a boltos nő, ugye hát aki Michael nagy első, sokadik nagy szerelme, az éppen is részben, őt például Jani Ildikó szinkronizálja, nem tudom, hogy vele volt a -e problémát. Nem. Például. Nem, jó. Szóval őt Jan Ildikó szinkronizálja, az ő alakító színész pedig Anne Lockhartnak hívják, akivel még fogunk találkozni egy részben később, illetve szerepelt a Hanna Montana a filmben, az elnök emberében, ezt neked Ádám gyűjtöttem ki, 8 részben is láthattad, mert ugye te nagy rajongója voltál a sorozatnak, vagy vagy, és még két magnum részben is látható volt egyébként Anne Lockhart, illetve még egy rakat sorozatban is filmben. És volt az ő öcsikéje, Davy Benson, akinek a hangja Gloss Viktor volt. Nem tudom, vele volt-e problémád. Hát eléggé komoly problémám volt vele. Itt, én nem Gloss nagy szinkronos, tehát hogy nem ez az első szerepe, de hát hogy mondjam neked. Szóval azért vele, enyhén szólva komoly probléma, nagyon fura volt, hogy ahhoz képest, hogy ez azért a szinkron aranykorába készült magyar változat, ezt bárki megengedte. Tehát, hogy így nem beszél ember, ahogy szegény Viktor beszélt ebben. És mondom, ezt mondom úgy, azóta is csinált egy csomó-csomó szerepet, ami tök jól hozott, és gyerekként is jó szinkronos volt. Ebben valahogy nem, nem stimmelt annyira. Nagyon bántotta a fülemet. Ha te nem tetted volna, én nem szálltam volna bele, de megmondom őszintén, ő nekem sem tetszett, de nekem nagyon sokszor a gyerekszinkronok nagyon sokszor nem jók, szerintem, hogy nem jönnek át. nem is tudom, hogy kihez fordulhatnám <laughs> volna, Michael! Jaj, Michael, az... hugi látod azt az autót odakint, milyen jó! Valt be, hogy te voltál te az Ádám, valt be! Ez, 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 így! Szegény, úgy sajnálom, ne haragudj, Viktor, de ez tényleg rossz volt. Nem, te, nem, én azt vettem észre, és most tényleg kövezzenek meg, vagy bármit, én sokszor érzem azt a gyerek szinkronoknál, hogy, hogy nem az igaziak, és itt nálam is, én már, tehát én azért nem lepődtem meg, mert én erre számítottam. Megláttam, hogy kisgyerek van, tudtam, hogy nem lesz jó. Nagyon ritka, hogy jó. Tényleg ne haragudj, Viktor, de, de, de na. A kisrácot alakító színész, az viszont meg díjat nyert ezért az alakításáért akkor. Igen, ő volt, ő volt ennek a résznek a, a, a külön és én is ezt olvastam. Őt egyébként, ha már mondtad, őt Keith Kugennek hívják, és azon kívül, hogy itt egy díjat kapott, a Terror Iskolája című filmben szerep, szerepelt, illetve ami még számunkra ismerős lehet, az a Kipurcant a Bébi csősz anyunok egy szót se. Című klasszikus vigyátékban is láthattuk. Amúgy számunkra nyilván sok többet nem mond akkor haladjunk a következő szereplőz Lonnie Spencerhez, aki ugye a helyi vagán a HVC, akinek ugye van az a nagyon szép színes furgonya. Csankó Zoltán. Zoltán! Nem hiszem, hogy vele lett volna Csodálatos, Bobby jó ég! És Alex Daniels alakítja, és Alex daniels azt érdemes tudni, hogy ő sokkal inkább kaszkadőr, mint szemés, hogy is. a Olyannyira, hogy a mai napig aktív tehát a mai napig aktív, vagy mint kaszkadőr, vagy most már nyilván a korádól adódon inkább kaszkadőr koordinátor, de a mai napig, tehát megáll elképesztő, folyamatosan csak nyomja, nyomja, nyomja megállás nélkül. És nem mellesleg a Edge-ban ő volt Hasselhoff-nak a kaszkadőre. No. igazából oh. így innentől, ettől a résztől kezdve lettek úgymond Pariban, és ő elkezdett Hasselhoffnak stuntman itt a részben nem voltak jóban, mondjuk annyira, de ez egy más kérdés. Akkor de Akkor amúgy rak... volt a kapcsolatuk, csak vele kapcsolatban azért, azért annyit szeretnék elmondani, hogy ő nála is azért rezgett a léc, mint színész, tehát azért valahogy éreztem, hogy ő azért valami más, mint mondjuk kaszkadőr, tehát hogy nem... Amikor közös jelentük volt David Hasselhoff-val, aki hát azért valljuk benne, David Hasselhoff ugyan ő a hoff, és imádjuk, de hát azért nem ő a világ legjobb színésze, hogy mondjam, egy, túl ripacskodta egy kicsit, de illet hozzá, tehát az epizódban illet, de azt gondolom, hogy egyébként hogy nem nagyon, nem, nagyon, lehetett azt a karakter sem megfogni. Szerintem a karakternek tök jól megfelelt. Tehát ennél több nem kellett, én azt gondolom. Nem is volt sok szerepe, nagyon keveset látok, én azt hittem, hogy sokkal többet fogunk vele találkozni, hogy itt ő lesz, aki a problémát okozza, de végül nem. Tehát Lonnie Spencer volt most, igen, tehát akkor Bruckner Sheriff, vagy Bruckner Sheriff, aki egyben békebíró is, Csíkos Gábor. Az epizód legnagyobb. F***a. Hát lényegében igen. igen. De most nem tudom, hogy Csíkos Gáborra volt a problémád. Nem, nem. Vagy a Gloss Viktorral kilőttük a problémát. mert Akkor nem kérdezek többet vissza. Kilőttük, csak nem szerettem volna a szegény Viktor tényleg. Okay. Rendben van, csak azért, mert például a speciális, szerintem Csíkos Gábor marha jól, szerintem nagyon jó volt ennek a karakternek. Ő, a színész pedig úgy hívják, hogy James T. Callahan, akivel még szintén fogunk találkozni egy részben, egy Night Rider részben, és 2007-ben elhúnyt, viszont egészen addig nagyon sokat foglalkozó a színész volt, né nagyon hosszú filmográfiája van. És akkor még megemlítenék a két motorost, akikről érdemes egy-két szót ejteni. Ugye van a Monk, vagy a Csuhás, aki a motorok, motorosoknak a vezére. Hát őt ugye nagy kedvenc Szabó Sipos Barnabás, ugye csak a reklámok és semmi más. Akkor még nem, de most már igen. Ne haragudj, ezt nem, emellett nem tudok elmenni, tehát ez nekem annyira szint, olyan szinten álszent, és, és nem akarok belállni a szabósipos barnabásba, de bele kell, hogy álljak. Mind, viszont azt el kell is mondani, hogy ehhez a karakterhez szerintem nagyon jó volt a Szabó Sipos Barnabás, tehát hogy nekem nagyon tetszett. A színész pedig, aki alakította Monkot, Michael Championnak hívják, aki szintén lesz még egy Knight Rider részben, és ő 1990 ig volt nagyon aktív, és többek között szerepelt a Beverly Hills-i is és 2021-ben hal meg, és halál előtt még egy filmszerepben ö, láthatjuk őt. Tehát egy nagy kihagyás után 2021-es, akkor meghal, de előtte még egy filmszerepet elvállal. Nyilván ezt ő nem tudta, vagy gondolom, nem tudta, de így alakult. Illetve van még a másik motorosunk, Hilli, akinek szerintem a, 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 az egész részben a legjobb volt a szinkronja Dózsa László. E, és én itt direkt ő volt egyébként az a motoros, aki igazából állandóan gonoszkodott és szemétkedett. Szerintem zseniális volt, és én meg is hallgattam az eredeti ö, szinkront is, mert kíváncsi voltam, hogy a Dózsa László hozzáad-e és szerintem hozzáad. Nagyon sokszor hozzáadja ezt a, ezt a retardált, hülye, gonosz, barom karaktert. Szerintem sokkal jobb a szinkron, mint az eredeti, de mielőtt még befejezem, már befejezem, az öt alakító színészt egyébként a Hillian alakító színész Don Stroudnak hívják, akiről hát számukra sokat nem lehet mondani, de ha már egy kis áthalás, ő a Mrs. Kalambóban nyolc részben szerepel, ami azt tudjuk, hogy nem a Kalambó, de ha már itt van ugye Kalambó podcastünk, akkor csak egy ilyen lazátköt, és a Mrs. Kalambó című sorozatban 8 részt fog vállalni, 8 részt vállalt annak idején. Viszont ez az első igazi, ízig vérig Night Rider rész számomra. Nagyon vártam ezt a részt. Én korábban nem tudtam, hogy ez a rész lesz majd a harmadik per negyedik, ugye most itt az elsőt, hogy hogy számoljuk, de hogy én nem tudtam, hogy ez a rész, ez egy szerintem egy nagyon vicces rész, hogy a legnagyobb és később is visszatérő poén, hogy lesz egy csaj, aki e, beindítja a Michael Knight fantáziáját. És de ez hát most annyira, nagyon sikerült. Annyira beindítja, hogy ott még a kisöcsétől, a, a csaj kisöcsétől, akinek a Viktor volt a hangja, ott kérdezgető, hogy van-e barátja, meg mit tudom én, mert, mert régi retro hamburger teszik. Na most 80-as években mi volt a retro hamburger? Nem az, ami most a 80-as évekbeli hamburger? Bocsáss meg, ez, 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 ez kifi vagy sci-fi, tehát ez már, ez már ugye előre jósolta, hogy, hogy, hogy lesz majd a retro <laughs> hamburger, érted? Hát ez is egy ilyen előrejóslás. Szóval Michael elhatározza, hogy elmegy vakációra, ezért elkérezkedik Edward Mörher-től, azaz Devon Miles-tól, és az útját a... Azaz Tolnai Miklós, tokom Ger Ger Gergő minden. Gergő nem jutott eszembe a Devon, csak a... Jó. Szóval, hogy, hogy el hogy ő elmegy sziklát mászni, mert hogy hát ráfér egy kis pihenés, úgyhogy el is indul ez a fehér szikla felé, ami egy kicsit sem rasszista abban a sorozatban, ahol a harmadik vagy a negyedik évadig nincs egy egyetlen egy néger szereplő sem. Hogy ne az... lett volna? Az de, autótól vagyok is nélkül. De az elején azért még ö, ö, ugye úgy kezdődik a jelenet, hogy drogot, 4 millió dollár értékű drogot <laughs> Igen. számolnak egy ilyen kis sufniban, amit hát ugye. Kempingasztalon. <laughs> Igen, és ami viszont érdekes volt számomra, hogy ugye amikor megérkezik Michael, és ott befarol és ledöntött mindent, akkor viszont egy ilyen, hát nincs itt Géza, úgyhogy nem tudjuk megkérdezni, de hát ilyen gépfegyver van nála. A egy úziszerűség volt, Igen. egy úziszerűség. Igen, a, ezt is hogy nagyon ritka. Pont, és pont erről beszéltünk az előző részekben, hogy ebben a sorozatban a fegyver, főleg Michael kezében az gyakorlatilag, ugye az első részt leszámít, vagy a dupla részt, mert ott ugye szerencsétlen arccal vitánya, nem nagyon van szerepe a fegyvernek is. Michael kerül is, és nekem is furcsa volt, oké, nem használta, de azért csak kilógott vele az ablakon. Igen, de szerintem jó is, hogy nem használta, mert ahogy néztem, úgy fogta, hogy az, ahogy visszarúgott volna, ha esetleg használja, <laughs> akkor nagyobb sérüléseket szenved el szerencsétlen Michael. A vietnámi veterán, érted, aki így fog egy fegyvert, de mindegy, jó jelenet volt. Igen, tehát az is látszott, hogy ahogy mondtad, hogy poéra volt, mert ott is benne volt ez, hogy nem, nem éreztem a feszültséget, hogy Isten mindjárt lesz itt palé! hanem... <laughs> Aztán elindulunk ugye ez a fehér sziklához, és ugye szembe jön egy tipikus amerikai kisváros a 80-as évekből, nagyon imádtam ugye ott ismerkedik meg a mi szereplőinkkel Michael, és hát rögtön ugye lesz is egy intermezzo a békebíróval, és ez nagyon-nagyon tetszett, ugye ebben a jelenetben, most megpróbálom egy kicsit felzárkóztatni azokat a nézőket is, akik nem, vagy hallgatóinkat is, akik nem nézték meg ezt a részt, de ugye tulajdonképpen az a, az a lényege, hogy hát ugye a kisrác, az rögtön akarja nyomkodni a gombokat a, a kocsiban, mint mindenki, és ezért ugye elviszi egy körre, Michael, és Eközben meglátja a barátait a, a kisrác, és ott, ott kiszáll ö, a kocsiból, hogy hát ez milyen menő. És ugye ott van egy intermezzo, amire, amire, majd kitérünk, de utána azt mondja a Michael, hogy, ö, hogy, hogy, csak akkor éri meg kiállni magadért, tehát hogy mindenképp áll ki magadért, de hogy, de hogy nem éri meg belemenni olyan, vitákba, olyan veszekedésekbe, olyan harcokba, ami, ami, ami nem vezet sehová. Nagyon hát meg tetszett... az, hogy a verekedés csak a végső esetben megoldás. Bocsáss meg, ez volt Igen. a lényege. És ez nekem nagyon nem... tetszett, hogy nem benne volt. Igen. Tehát ez az edukációs jelleg, hogy hogy, hogy ezt elhangzott a Michael Knight szájából az akkori fiataloknak, akik nézték ezt a sorozatot, ez iszonyatosan tetszett. Azért, hogyha majd a cselekményben, ahogy majd megyünk tovább, látszódni fog, hogy ez egy kökkemény tétel volt az egész epizódnak. Hogyha kihagytunk egy jelenetet még a drogbászt meg az érkezés között, hogy a Devonnal ugye beszélget az étterembe, és ott is nem csigát, meg kaviárt, meg ilyeneket rendel, hanem átküldi a pincért a szemközti étterembe hamburgerért és ott a Devon már... Sajtburgerért. igen, és a Devon be is szól neki, hogyha majd felnőtt leszel, megérted, hogy mi az, amit ő eszik. Tehát már akkor volt eleve egy ilyen szituáció, hogy abban a helyzetben a Devon volt az apa, a Michael volt a fiú, és itt meg ez cserélődik meg, és végig a rész folyamán ez az apa-fiú szerep fog váltakozni, így az egyes karaktereknél. Ebben a részben, mint ahogy ti ismertetek egyébként tényleg, tehát hogy, és meg volt az a Devon és a Michael között mindig megvan ez, a, ez az apafiú, apa ez a kölcsönös tisztelet is, de közben meg ugye halára oltják egymást, és ez a jó benne, hogy itt is gyakorlatilag szívták egymás vérét. Elalélt a csiga, a beszédet Michael. Szívták egymás vérét, és, és, ez, és az elejé is meg a vége is ugye gyakorlatilag erről szólt, ugye, mert az elején is a Devonnal beszélget, és a végén is, ugye ez a keretes szerkezet egy része, Ö, és az, amellett nem menjünk el, hogy útközben a kitnek megpróbálja Michael elmagyarázni, mi az, hogy kikapcsolódás, lazítás, vakáció, és megint ezek a klasszikus kit és Michael közötti hihetetlen jó beszélgetések, annyira jó dinamika már itt, szerintem az autói, a kit és Michael között. Tehát megvan nagyon, nagyon, És egészen nagyobb dinamika van a Devon és a Michael között is, és a Kit és a Michael között is. Szóval amikor a lazítást azzal magyarázza, hogy olyan, mint amikor üresbe teszlek Kitnek, és erre a vezei válaszolja, hogy improduktív állapot. Igen. De így. Jó, végül is. Igen, és addig mit csináljak, amíg te hegyet mászol napoz és akkor kiszellőzteti a Michael szagát a kocsiból tulajdonképpen. De azt néztem, hogy értem én, hogy az a tetőnyílás, az a, a, gondolom, hogy azért van a kocsin, hogy ugye a, a katapult Katapultja. működjön. De hát azért valójában az olyan, mintha egy Delorien nyitott ajtókkal menne az úton. Tehát szóval, egy, 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 eléggé olyan szürreálisan néz ki ez a pontiek, úgy. Ha már Delorien, ugye szóval arról, hogy megérkezik itt a városba. Az a helyszín az nem más, mint a vissza jövőből, a városházatér és az utca. És ha már, ha már a helyszínek, ez a White Rock Mountain nevezetű hely, ahol ment mászni, az valójában nem létezik, az a Stony Point Park Los Angelesben, Kaliforniában. És valószínűleg 5 perc autóútra van Hollywood belvárosától, mert általában így, így szokott lenni, mint a Star Treknél, hogy így elfordítjuk a kamerát, hogy csak a sziklák látszódjanak. Ugye az elején én még azt néztem, hogy ugye Összegabajodik a kisrácoknál, amit eszembe az Alex daniels a karakterének a neve, hogy megvédje a kisrácot. Lonnie Spencer. Igen, Lonnie Spencerrel. És megérkezik a serif, aki gyakorlatilag közli vele, hogy hát mi nem szeretjük a fajtádat errefele, és akkor jobb, hogyha elmész, mert akkor úgy van nyugi. És akkor egyből így gyűltem, hogy mondom, mert ez a rambu. Mondom, ez egy egybe a Rambó, és közben meg nem, mert ez október 8 Rambó, meg október 22, de ugyanaz az év. Nekem sokkal inkább South Park, hogy ez a kisváros, Igen. mi nem igazán az <laughs> a te adat erre fel, nekem ez jött át a kapásból. Igen. Igen. és hát nem kell a balhé, ki tudja, hogy milyen balhét hozol, és hát azért ez a békebíróról beszélünk pár szót, szerintetek ez egy, ez egy jó um, attitűd, hogy, hogy az igazságszolgáltatás helyett elkerülöm a a feszültséget? Szánalmas, mert ugye állandóan ezt mondta, hogy minden balhéhoz két fél kell, és, ő, és állandóan ezt hajtogat. és neki mindig az volt, hogy ha az egyik balhézik, ugye, amikor uh, Loni Megvédte a kisöcsét a Michael-től, amire egyébként nem is volt szükség, mert Michael nem bántotta. Ő akkor is úgymond már a Lonnie mellé állt, és a Michael-t oltotta le, hogy te itt ne balhézzál. Amikor a mocisok pedig elkezdtek, és bementek a Sherryhez, ugye a, Sherry a, a csajhoz, a boltba, és ott randarioztak, akkor ott is a motorosnak mindig a rossz mellé áll, a, a jót pedig nem védi meg, és akkor ó, nem kell itt végig a balhé, hogy mi, mi is elkezünk vele cinkelődni, miközben 20 dollárra szúrták ki szerencsétlen csajnak a szemét azért a randalőzásért, amit ott végnyomtak a boltban. És ez egészben egyébként meg egy kicsit az a maga módján felháborító, hogy az okosság, illetve a tiszta és logikája alapján mondja azt a serif, hogy igazából jobb ezt így elengedni, mint hogy kiállni bármiért, ami... Igen, csak tudoz. ha ezt egy laikus mondja, akkor oké. Okay. Igen, az okos enged már szenved, az teljesen oké, okay, ha rólunk van szó, de amikor egy lentven tartó erőről van szó, akkor azért ez nem, tehát ő azért van ott, hogy ő az, aki nem engedhet. Hát elvileg ő a város első számú védelmező embere. Igen akinek az lenne a feladata, hogyha bármi ilyen van intézkedik, illetve hogyha ő nem bírja, akkor segítséget kér, ugye később ugye szólt, hogy hívni a rendőrséget, minek? Úgy se csinálják semmit. Tehát, hogy miről beszélünk? Hát mi ez? Milyen az, hogy mikor rendőrnek mondják azt, hogy hívd a rendőrt? Tehát hát így. Felháborító volt, de hát akkor ugorjunk is talán oda, hogy megérkeztek a motoros bandások, és akkor ők felforgatják a várost, először belekötnek a kasz csávóba, és szétverik a kocsiját. <laughs> Loni Spencer! <laughs> nem tudjátok megjegyezni. De miért kéne megjegyz... Megjegyz... Egyébként ez mindig érdekes számomra, hogy miért kéne megjegyeznünk olyan neveket, amiket egy epizódig hallgatunk, tehát hogy megnézzünk. És talán szinte nem kell el majd se majd ha... én itt vagyok és mondom. Hall... de, azért tudod, mert föl van írva, de tudnád, hanem nem lenne föl írva. Ezt már annyiszor elmondtam, hogy szerintem ezt most megjegyeztem. Én filmekben se tudom megjegyezni a szereplőket, szóval, hogy. Én azért igyekszem. Nyilván mondjuk most, tehát most tudom, hogy valószínűleg három hónap múlva nem fogom már tudni. Na mindegy, szóval Lonnie Spencer. Megjegyeztem. Igen, fölírt a az a óra. <gül> <gül> szóval igen, belekötött Meg James T. Kirk nonyba. vagy ki volt a másik. Kicsoda? Mi? <laughs> James Mi? T. valami. James T. Kirk. A serif. Ja, ő Brackner serif. De a színész neve. James T. Callahan. Na. Ma azt Kirk Callahan. Az... Hármas. <laughs> Egy ilyen tipikus, egyébként ezek a 80-as években, ezek a motoros bandák ilyen visszatérő elemei voltak az ilyen sorozatoknak, meg filmeknek valahogy, nem? Vagy, vagy, vagy csak nekem tűnik úgy, mert egyébként valójában nem tudnék. Nem, sokszor. Most így hirtelen más példát mondani, de mégis úgy érzem, hogy ez egy ilyen visszatérő téma volt. Szerintem nem véletlenül, és igen. Szerint, Szerint motorosok? A sok 69 után kb. alaptéma lehet. Figyeljetek, azt csak behalusztam, hogy a Born to be Wild uh, szólt, nem. amikor jöttek a... Az tényleg úgy annak, volt? A, ott, ott, volt, a ott, volt a, ott volt a tracklist között, de engem meg, kicsit meg is vezetett ez a rész, mert én azt hittem, hogy majd ezzel a bizonyos Loni Spencerrel lesz majd a probléma, és hogy vele lesz majd a feszkó, és ehhez képest Loni Spencernek nem sok szerepe volt, ahogy mondtunk, hanem tényleg a moci sokkal volt itt a Na jó, a de Loni balhé. Spencer most milyen ellenség lett, vagy milyen, milyen tehát hogy érted, Loni Spencer, aki, aki, egy kis, kis pornóbajuszos, <laughs> ilyen tényleg <témukus gül> 80-as évekbeli pornóbajuszos. és <laughs> a ami... kockás ingől. Igen, a csávó, aki maga festette, vettem egy festőkészletet, hogy kifessem az autómat gyerekek, szerelem mobil. Akkor ő nagyon feszített, és azért ott ő volt a HVC, és a serif is mellé állt. Kedves hallgatók, hát közli a michael el hogy az ő milyen szar. Tehát ez a kis rózsaszín, nem tudom, Ford tranzitja, vagy nem, nem tudom, volt mi volt rózsaszín, az. sárga volt, nem volt rózsaszín. Sárga volt, mondjuk ronda volt, de sárga volt. De kézzel Most Igen, jó, tehát ez, ez, egy, ez, egy, kéz... Tessék, ő már, akkor, ő már akkor tudták, hogy a kézüves cuccok, hát már What? <laughs> Cool a Verda. De hát nem volt annyira kul, cool, nagyon hamar tönkretették a motorosok, ami azért valójában egy kicsit, szóval el, ez, mert hogy nem volt igazi motoros banda, szerintem egy igazi motoros banda. Ezek trógerek az, voltak, az, az, nem igen, is és, és valahogy értettem, hogy, hogy kellett bele, és kellett is a részbe az, amikor ezt a kis pornóbajuszt meg Móresre tanítják, mármint a mi nézőpontunkból biztos, mert ugye mi nézők addigra őt nem kedveltük, de hogy valójában az egy ilyen több felesleges jelenet volt, és Hát szóval, ahogy azt a kocsit szétverték, hát úristen, szóval, ti, ti vagytok a nagy botoros banda? Hát abban nincs abba. ez egy, ez egy, ez egy ilyen kis vadnyugati village, b***d, meg nincs valaki, aki, nincs öt ember, akinek van egy puskája. Tehát, hogy értitek szóval, hogy én nem látom valójában a, a realitását, de ha azért igazán... azért, mert, mert ezekre de ne, tényleg ne nézzél komoly, ezek nem komoly motoros bandák, ezek trógerek. Ezek trógerek, ezeknek te nincs, tehát ezek ilyen nyomik. Hát figyelj, megnézted, az a, egyiknek ilyen cross motorja volt, tehát a rendes motoros bandáknak hárli meg ilyesmikkel járnak, ilyen igazi mocika. Az itt még egy kis retek cross motorra ment, amit a, a, a Terence Hill szokott ellopni a Bud Spencer filmekben. Úgy tehát... nézett ki ez a motoros banda, mintha egy Bud Spencer Terence lépett igen, volna ki. Ugyanaz, ugyanaz, a, ugyanaz, a, balfék társaság, tróger társaság, csak itt ők kemények voltak, mint a, mint a Rambó 3, ha már mondtam Rambót. <laughs> Hát ez most azt hitték, hogy kemények. Keménységüket majd még az, hogy apostrofálja, amikor megpróbálják meglincselni Michael, amikor bevújnak az autóba, hogy gyakorlatilag az egyik tagnak a nyakára tekeredik a saját lánca. Egyébként, ahogy ütöttek szegény azt a HD-kétnek köszönhetően ott azért repkedtek a szilánkokám az autóról. <laughs> szegény kém. A Nagyon sokszor van amúgy, hogy amikor ö, ö, olyan jelenet van a Night Rider ben amikor Valahogy ráütnek, vagy, vagy így sérül az autó, tehát mondjuk nem rálőnek, ami csak egy pirotechnikai valami, akkor azért ott abban a pillanatban megjelennek a harpadások, aztán váltunk snit, és minden rendben. Szerencse, bocsáss meg, szerencse, hogy nem ment tönkre, kit alfa köre. Én most a fennmaradó részek az a fogok izgulni, hogy nehogy tönkre menjen, kit alfa köre. Ahhoz vontatni kell, ebben a hát, részben nem vontatott, mert a motorokat tólt. nem vontatjuk, azt, de az más. Hát az szabad. más, tehát kitolni azt... ki lehet egy autót, de... Igen, mert akkor nem le. kell rácuppanni, akkor, akkor ő csak a, a lökhárítójával tol, de a szegény hmm. sztori teljesen... Kit, ne szívd, fúj. Igen. Michael ugye mászta a hegyet, és felér a csúcsra, és a Dévi már ott várja. Majdnem, majdnem leesik. De a Dévi meg ott várja már a csúcson. Segítsél, nem tudunk kihez fordulni, Michael, csak hozzád, mert életveszélyben van a nővérem. Tényleg? De várjál, és nekem, nekem itt van egy what the fuck moment, hogy azt mondja, hogy jó, akkor találkozunk, csak visszamegyek a kocsimért. És visszakérdez a csávó, Dévi, hogy mit vagy úgy oda azért a kocsiért. Hát körülbelül negyed órája te pisáltad tele az egész környéket, hogy milyen vagány a Verda. Most meg azzal jössz, hogy mit vagyod ezzel a kocsiért. Hát ez he. Aztán utána a rész végén már meg megint oda van érte. Tehát, hogy szegé... azért meg kell védeni hogy szegény Glószviktot, itt nem csak ő volt a rossz, hanem Dévi is teljesen szét volt esve. Ugye visszamegy, tehát az azt jelenti, hogy visszaereszkedik a Michael ha láttatok, ha minimum láttatok már hegymászós filmet, az nem olyan sok idő, mint a felmászás, szép lassan le lehet ereszkedni. A kisrác mennyi idő alatt ér vajon le onnan föntről? Meg a hogy jutott fel? Tudod, egy rövid Persze, hát ő helyi gyerek, hát ott, ott, szokta nyújtogatni a bozótost. Na mindegy, szóval Michael ugye visszaér a boltba, ezt ugye tudjuk, ott lesz a balhé, és az egésznek a lényege az, hogy amikor a sheriff megérkezik, a természetesen megint kicseszeget a Michael-t, ugyanis őt viszi el bilincsben, nem pedig ezeket a rendkívül szimpatikus és szofisztikált motoros rácokat, akit még egy rendes fegyverre se fussa. És miután ugye be is viszi a fogdába, uh, itt van egy nekünk, egy Ádám, itt egy jó kis áthalás a Kalambóra, ugye telefonálni szeretne, de nem tud, mert hogy nincs interurbán vonal. Ugye a Kalambóban volt már ilyen, hogy az interurbán vonal az a városa közti, helyközi vagy távolsági telefonbeszélgetés. Na no, már most itt hát 82-ben nem volt <laughs> interurbán vonal. Ez amúgy egyáltalán nem hiszem el. Nekem is furcsa. Ez, szerintem csak egy töltelékjelenet volt, valamit oda be kellett írni, és, és, de már nem, volt, nem lett volna elég idő arra, hogy hiszen ha föl tudott volna hívni valakit, mondjuk akár a Devont, akkor, de akkor teljesen máshogy Persze. történik a dolog, hiszen Devon rögtön szól a kormányzónak, aki rögtön leoltja hát, a vékebírót. bármely, Az külsődő, elnöknek egészen a President of the United States-ig nyúl a, a Devon, Devon egy fél keze. telefon, és a sheriffnek leesik a csillag a melkasáról. Kicsit az is ura, hogy bevisz viszi michael a rendőrségre, de nem kéri le az adatait név alapján. Mert azért 82-ben ezt ugyanúgy meg tudták volna tenni, hogy megnézi a rendszerbe, hogy ki is az, akit betesz oda a kis kalitkába. Főleg, hogy a jogsiát már elkértem, amikor megbüntiszte. Igen. Meg hát végül is jogtalan letartóztatás, tehát hogy mindenképpen azért itt a jog Igen, az kellőképpen Ebben az, az amerikai filmekben a kisvárosi, az ilyen kisvárosi serifek, azok mindig, mindig idióták. Ezeketek. Mindig idióták, és mindig azt gondolják, hogy a törvény az rájuk nem vonatkozik. Ez az én városom! Nem tetszik a pofád, ezért bevarlak, kész, mert mert, 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 csúnyán pislogták, kész. Tehát, hogy ennyi. Viszont megtudjuk, hogy ezek a mocisok miért jöttek, balhézni jöttek, mert mint kiderül, ők, őket úgy hívják, hogy ők a skorpiók, és ők azért jöttek ide, mert várják az országúti kutyákat, akikkel majd itt akkora, de akkora balhé lesz, szabályszerűen nagy motoros háború. És ezt telefonon egyeztették le, vagy Whatsappon, vagy mi egyeztették le, hogy majd a, ott fognak ebbe a városba? De mondjátok már el nekem, hogy milyen lőcsér kell egy városba, egy kisvárosba jönni randalizni. Miért nem mennek ki a pusztán? Az elmondom, hogy miért... Azért, mert, mert a pusztában nem olyan izgalmas, mert ott nem lehet szétverni semmit, ha meg nagyvárosba mennének, ott nem ilyen pöcsök a rendőrök. Tehát akkor itt, akkor itt nem is egymást akarják verni, hanem a város, de közben egymást is. Ez egy alkalom arra, hogy randalírozzanak. Ez rozzanak. egy újpest meccs akkor. Igen. Köszönöm. Oké. Okay. <laughs> Ö, ugye kit szegény, a Michael a fogdában van, a kit pedig bezárva, és hát akkor egy előker az a bizonyos karóra, amin beszélgetnek végre. Várj, most, most, most nem szeretjük az ilyet, de vissza kell ugranom, amikor a Michael elkezd felmenni a fehér sziklára, a rasszista sziklára, akkor azt mondja a kit, hogy nem szeretnél beprogramozni arra, hogy mit csináljak, a valami történik velem. Miért? nem tudsz magadtól fölhívni a devont, vagy... Tehát, hogy néha életképtelennek látszik a kit... Nem csak az, hanem logikátlan, hiszen ő egy mesterséges intelligencia, miért kéne beprogramozni egy plusz dologra, holott neki ez alap volt tudnia kéne. Igen, tehát hogy, hogy van, van, később, sokkal később lesz egy olyan rész, amikor a Michael elájul valahogy a kocsiban, és a, a, kit, hogy, 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 hogy kapcsold át, kapcsold át az autóvezérlés, kapcsold át az autóvezérlés. Miért magadtól nem tudsz átkapcsolni? Szóval ez, ez, ezért nincs ebben egy ilyen, azt gondolom, hogy ez a része nincs jól kidolgozva a Night Ridernek, csak be van dobogatva, éppen ahogy a helyzet megkívánja. Ma, manapság már ez egy ilyen átgondoltabb dolog lenne, hogy mit tud, mik a határai ennek az eménynek. Ezzel megabájtban mindegy... nem félt be a teljes mesterség és intelligencia, mert lehet, lehet egy hogy jobb, jobb alfá, lehet, hogy a beta áramkört is ki kellett volna pecsésen meg felzannak Kocsis Marian. Felpecsenni 2.0-ra. Igen. Na jó, szóval igen, ugorjunk vissza ott, ahol tartottunk. Szóval ugye az órán beszélgetnek azon a bizonyos karórán, hogy hát kit akkor most valami legyen, és ugye kit rögtön mondja, hogy ki hozzá és természetesen nem, mert megoldja ő, de kit szépen megszűkik, ahogy ugye Dani mondta, hogy most nem vontat, hanem kitolja magát gyakorlatilag a, telephelyről, vagy a jó ég tudja honnan. Nem, azért az a rész, hogy zseniális, hogy elkezdik kitolni azt a kocsit maga előtt, és észreveszük, hogy van egy pár benne. Tehát igazából az egy lefoglalt autótelep, amiben így éppen egy -e egy pár macska. Nem tudom, hogy ez a kocsi milyen nehéz, de annak a kocsinak soha nincs tapadása. Tehát az, hogy kipörgés gátlón nincs benne, azt én értem, de hogy tehát nincs tapadása. Soha. És az ilyen jeleneteknél most ez nem így volt, de állandóan általában turboboost hangját szoktuk hallani. Most csak nyomta a gázt ezzelre. Igen, igen. De igen. ha már de mondtad ezt... a kutyát, volt egy filler jelenet, amikor még Michael mászott, és egy kutya szerette volna lepipilni kit kerekét, és ott mm. csak szoktuk ugye mindig említeni, hogy kit milyen feature-öket hoz elő, és ott például azt a bizonyos anharmonikus szintetizátort, vagy Anharmonic szintetizátort vette, amivel egy oroszlán hangját utánozta, és ezzel elijesztette a kutyát. Ez abszolút filler, csak hogy kit ilyet is tud. De ő semmi gyakorlatilag Michael Knighthoz képest, aki gyakorlatilag a jogért és igazságért alapítvány meggájvere, mert hogy még, még <laughs> Igen, nem esett szerűséggel, még, még az nem esett ócska módon csak kitolja magát, és ugye a a, 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 kis párral együtt ott, akik alatt megmozul a föld, ő a fogda ágyának rugójából és a matrac cérnájából egy horgászbotot kreálva megszerzi a felakasztott kulcsot. Jaj! Tehát először is miért nem nyitotta ki az záratakit? Értem, hogy mechanikus zár, de később rájövünk, hogy a mechanikus zárakat és kurva jól ki tudja nyitni a kit. Mert szóval... a feature még nem ismerjük, hogy az van. Az előző részben bement úgy ajtóstól a házba. Hát sőt, ennek az észnek az elején is bement ajtóstól a házba. De most, nem most az, pont ez volt a lényeg, hogy ő most itt tényleg ő legyen a, jogét jogért és igazságot, hogy ő azért ő, tehát az autó nélkül nincs ám ő elveszve, hello? Egy új oldalát ismertük meg, igen. Azért mondom, hogy ő azért, az, ő a az gyerek. Tehát Egyébként szóval. még igazad van, bocs, mert hogy, mert hogy ebben azért a kit szerepe nem volt olyan nagy, mint általában szokott lenni. Ö, aztán ugye Michael kiszökik, megszökik, és akkor beoson a motorosok közé, fölvesz egy kabátot és sapkát, onnantól fogva a sötétben ő is motoros, és ugye ő kihallgatja, és ő is megtudja most már, hogy egy nagy motoros banzára készülnek, ö, és akkor ezzel az információval elszalad ugye a serif, hisz majd elmondja neki, de közben Ádám kedvence a Davy a srác ugye, ő is odaoson, mert ugye, ő majd őt rendre tanítja a motorosokat, aztán persze elkapják, hát ez várható volt, hogy jó kis szereznek. Elkapnak egy kis gyereket. Hát szóval Ezek, azért... nincs, ezek mondom, hogy pöcsfejek, ezek nincsenek. Hát én, ez ezt, egy... én ezt értem, most nem nem erkölcsileg mondom ezt, csak úgy ja. valójában, szóval, hogy... hogy... Ne, 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 semmiképp ne képzelj többet, mint amik voltak ezek egy gyerek eltűnésénél nekem már eleve az is fura, hogy a nővére nem tudta, hogy hol van. Tehát igazából úgy jönnek be a Michael autójába, és kezdenek el hajtani, hogy nem tudják, hogy a gyerek igazából már eltűnt. Igen, fingjük sincs róla, hogy a gyerekkel mizu. csak ráeszmélnek, hogy nézd, be oda van kötve egy fához. És itt is volt az érdekes, hogy a Michael ugye el akarja mondani a serifnek, és ugye viszi magával uh, serít ugye a nőt, hogy hát ha ő rá tudja beszélni a serifet, hogy most egyszer ne legyen már idióta. De hát itt is gyakorlatilag Michaelnek szó szerint küzdenie kell, a seriffel, hogy, hogy megint ne őt varja be, és hiába mondja neki a sztorit, hogy hát itt balhé lesz, és, és igazából nem is tudjuk, hogy sikerül-e meggyőzni, aztán persze meg tudjuk, hogy igen, de, de a jelenből nem, dől, nem derül ki számunkra, hogy meg végül is sikerült-e meggyőzni a sheriffet, hogy most egyszer az életben az én oldalamra álljál már basszus de hát miért olyan fontos ez? A, a, ennyire hülye vagy, akkor forjál a saját levedbe. Meg, fogja meg a serilt, aztán menjenek Ezt, a... Ez a... ez is volt. Tehát végig is, mondta neki, hogy vagy segítesz, vagy nem, le vagy szarva, akkor meg sem megyünk. és és Sheryl történetéről tudunk valamit? Miért ő a gyereket? Hol, van az ő, hol vannak az ő szüleik? Semmit seri, az ő, ő az aktuális jócsaj, a jócsaj szingli a, a részben, akit meg kell menteni, és akivel Michael össze tud tekeredni valamilyen módon, hát ne idegesítsél már fel. Minden városban van egy, 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 egy szemre való szingli, akinek Michael gyakorlatilag fél perc alatt megvan a kémia. Tehát ez, ez, ez semmi gond. Tehát ez, ez, ez a rész hozzá, ez a sorozatnak a velejárója. Ez Tehát, mi is minden nekem az előélete. Azt mi is minden nap átéljük, nem? Hogy bemegyünk egy helyre, egy új helyre, egy új társaságba, és rögtön mindenki, Pöcköl, amik Igen, Pöck, ez, igen. ez. Látszik, mi is Michael Knight gyermekei vagyunk. Hát rajta, nem, végig csak az ő emlői nevelkedtünk. <laughs> És aztán ugye kiviszi a terepre a motorosokat, mert ugye David kiszabadítják, akint rendkívül komoly tanul volt oda kötve a fához. Tehát ez gyakorlatilag oda Michael paroltak. Michael, meg, itt vagyok! Tudtam, tudtam! De én, és itt most szeretnék egy nagyon kis gondolatot mondani, hogy kiviszi Michael a terepre a motorosokat, és ugye megszivatja őket mindenféle ilyen sarasna, többi. Itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy én, én el kell ismernem azt, hogy most mennyire volt gyerekes az egész, az egy dolog. De ezt, ezeket a jeleneteket ők leforgatták, megint csak. Kivitték, az autó tényleg végigment ezeken az ugratokon, ezeken az utakon, és hótretkesen ment az autó végig, Tehát azt kell mondjam, hogy megint az alkotóknak le a előttük, hogy ezeket a jeleneteket megcsinálták. Leforgatták, kockáztatták, hogy az autónak baja lesz, Szóval nekem ez nagyon bejön. Ez ezek... egy Volkswagen buggy meg van megcsinálva a Transam keretével. Tehát ott az úgy gyakorlatilag egy roncsautó igazából, csak ki kell kalapálni. Persze, csak ha megnézed ma, ezt már nem. Igen. Tehát én ezért szeretem, nekem ezért védem a Night és ezért tartom különlegesnek. Bizt, nyilván volt sok más is ilyen, de hogy itt tényleg minden, amit látunk, az szinte minden eredeti. A maga módján. Meg kell, hogy védjem azért a film és a sorozatgyártást, mert azért például a Cobra 11, abban is ott nagyon sok autó törik valójában össze. De a Cobra 11 biztos, is hogy, kvázi régi. Tehát, hogy nyilván, nyilván, nyilván az, az a... Cobra 11 az néhány éve fejeződött még csak. Jó, be, hát, tehát, am amikor hogy... már, jó hát az már, az már Cobra 28, az már. Azzal már, viszont egyetértek, hogy mondjuk, ha, ha, ilyen autós valóságot akarunk látni, akkor azt ne a Fast and Furious <laughs> filmekből vegyük, tehát igen, tehát gravitáció az sajnos az azért... Jó, itt is vannak dolgok, de, de itt azért, szóval na, én nekem ez, nekem ez tetszik. Lehet, hogy azért, mert a gyermeki szépség, a gyermeki szépség, a lelkem nem tudom, megszépíti ezt, vagy nem tudom, de, de nekem akkor is nagyon tetszik. Most is, és akkor is nagyon tetszett. Mondjuk akkor nem gondoltam ebbe bele, de végül nagyon fifikásan megmentik a kisvárost, ahol egyébként nem lakik senki más, csak az a pár gyerek, akit láttunk, a Csankó Zoltán kaszkadőre, meg a meg, a, meg a Cheryl, és annak a, mi az, öccse. Tehát, hogy ennyi a kisváros. A Loninak is van egy öccse. Tehát a Loni Lon öccse, a, a gizda haverok, a seri, a seri... és igen, 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 tehát egy, hatal meg megvannak nagyjából. De hát persze, hiszen mindenki bezárkózott a motorosban. De csodálkozol, hogy be vannak szarvát, kevesebben vannak egy városban, mint ahányan a motorosok. <laughs> az egy szellemváros valószínűleg, de mindegy, szóval fifikásan sikerül megoldaniuk ezt az ügyet, és hát ugye a jó, ami kell a sorozatban, hogy végül a sheriff is elismerik. Jó, van igazat volt. Elnézést kér, hát no! Hát meg a serif a végére ember lesz a magáért, hiszen... Amúgy, amúgy tényleg? A motoros bandát el tudja küldeni, tehát igazából történik egy ellenfejlődés a serifnél, hogy nem csak azt csinálja, hogy fogja, hogy akkor jó gyerekek maradjunk a status quo engem nem érdekel, hogy a kisgyereket ütik a földön, de te menj el, Michael. Viszont most akkor így végre megembereli magát. Milyen jó, hogy nyugdíj előtt három hónappal sikerült erre rájönnie. Milyen jó rendőr lehetett és békebíró. Egész k Életében. De egyébként, és itt tényleg normális, tehát odállt az út közepére, socóval a kezében azt felhúzta és mondta, hogy taka van kis csávok, mert úgy fogtok járni, mint a másik bagázs. És hogyha lett volna fegyverük a motorosoknak, akkor előveszik és szitává lövik, mint murphy a robotzsarú elején. És akkor lehetne abból is egy ilyen robot zsaru rímények, A Jogért és Igazságért Alapítvány, <laughs> ezt akarod? <rend>. Őt <laughs> is Michaelé operálják. De ha ez megtörtént volna, akkor Michael és Sheri nem tudtak volna elmenni Szabira, és nem dúlhatna a love. Szitával önnek mindenkit, és hol van a romantikás? A romantika szál? Igen, ugye a romantika szál abban nyilvánult meg, hogy a végén ugye visszamegy abba az étterembe, Tehát úgy látszik ott él, mint a, ez a, a szerencsétlen Devon, és, és arra vár, hogy Michael újra és újra bejöjjön, és hát ugye megint elmenne szabadságra, illetve most elmenne szabadságra, persze Devon már mindent tud, hiszen a rendőri jelentést azt megkapta, szóval, szóval végül elmennek, és hát ugye az a az a, az a romantikus kiforrása végén, hogy hát ott ugye a Sheryl, nem sheriff a Sheryl, és Cheryl. A, a Michael, vagy Sheryl, hogy hívják? Ő hát nem Sheryl. Milyen jó felkészült vagyok. Én végig serét mondtam, nem tudom. Seri Benson. igen, Seri, Seri, Benson. Seri, Seri Lady, tudod? Igen, ők, hát ezeket van a kezdened. Ők öt összegabajodnak, mint tesla Teslában a pornófilmesek, és elhajtanak a naplementében, miközben csókolóznak, és Michael megnyomja az autó önvezető funkcióját. addig vezet, amíg bírjuk levegővel, a ők valójában tehát azért a kitben ki van zárva, hogy szexeljenek. Nem, ez így, ne rongcs, de ne rombolt szét. Figyeljetek, sok levelet kapunk ebbe a műsorba, és számtalan üzenetet, hogyha hát teljesen elnyomjuk szegény Danit ebben a műsorban, és szerintem most is kb. három és fél percet sikerült beszélned, úgyhogy Dani, tiéd a szó. <gül> <gül> Milyen véleményt tudsz megfogalmazni erről a Erről a remek epizódról egy szóösszetétől jut ezt eszembe nekem így erről, ami pedig nem más, mint az ACAB. Tehát, hogy az összes All Cats are Beautiful, szépen fordítva, hogy annak ellenére, hogy ez egy olyan műsor, ami a gyerekeknek szól, meg ilyesmi, mégis milyen szinten rendszerellenes. Tehát itt is ismételten megjelenik a sheriffnek az ekézése oké, okay, beszéltünk arról, hogy hogyan fognak váltakozni a szerepek, de ettől függetlenül az utolsó pillanat se is azért hiteltelen annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy ember volt magáért a serif, hiszen tudjuk, hogy nem ő intézte el az egészet, csak egy minimális szerepe volt benne. Tehát így ilyen, ilyen fura példa a gyerek irányába. Mert ha azt nézzük, benne volt a kisrác, aki fogja, és azért lett elrabolva, mert michael utánozta. És ezért ment bele, úgymond, a biciklis bandának így a fészkébe. Tehát egy kicsit ilyen ambivalens nekem ez a rész. Attól függetlenül pedig javasztam, Plusz hát az a demokrácia a földje, mégis a jogértés igazságért alapítványnak kell kiállnia a jogértés igazságért, szóval, hogy valahogy azért igen sok, sok visszásság van benne, de hát akkor nem lenne sorozat. De ki is áll a jogért és igazságért, tetjük hozzá, Michael, kérés nélkül. Még a Szabia alatt is. De Magyar? ó, le se volna az egészet, ha nem jött volna be neki a nő. Hát tovább állt volna ott a p***ba, jön a gyerek, azt mondja, hogy veszélyben van a Sherry Sherry Lady, azt mondja, jó, de most komolyan mondom, tehát, hogy, hogy az nem tetszik benne, hogy az egésznek a motivációja valójában úgy tűnik, hogy nem az, hogy ő megmentse a várost, hanem az, hogy imponáljon a nem, nőnek. Nem, nem, nem. Ez, 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 a kellemes, a hasznos a effektus szerintem inkább. Tehát benne van az, hogy ő jót tegyen. Legyünk mindannyian Michael Knightok. -ok. Szerintem, szerintem, a hallgatók is megörülnek, hogy ezt így lezárjuk, úgyhogy elmondom így a műsor végén, hogy legközelebb is jelentkezünk, mert hát nem úgy van, hogy megúsztak minket, most ráadásul sűrűbben is, ugye minden második héten a Ébresztővel felváltva, július 31-én szerdán jövünk új résszel tartsatok velünk akkor is. Munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, legyünk mint Michael Knightok! -ok. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.